akkori egyik legjobb barátommal, akinek volt mikrobusza, lejöttünk szervezni. Ezeken az 69 varázslatos nyarának elején, tehát olyan május végén lejöttünk szervezni valami haknit az akkor fiatal mini együttesnek, akkor volt egy pár hónapos az együttes, és valahogy eljutottunk Keszthelyig, és Keszthelyen mondták, hogy menjünk a hévízi vendéglátó főnökségre. És oda bementünk, hát akkoriban én nem így néztem ki, hanem nagyon, nagyon baba csávónak tartottak. Én magamat nem tartottam annak, de a csajok imádtak. Ekkora séró, ilyen vékony voltam, sportoltam, deltás, egy szál trapézgatyába jártam, egy szál trikóba. Bemegyünk a hévízre, és hát fiatal csajok ültek, ugye ezek az adminisztrátorok, mondjuk, szeretnénk játszani. Az egyik szőkének úgy már rögtön megtetszettem, ugye, azt mondja nekem, hogy ja, jöjjön le, művész úr, leülök. Mondom, szeretnénk játszani, csodás együttesünk van. Tetszenek játszani tánczenét? Mondom, hogy ne játszani tánczenét? Hát csak Krímeket, meg Jimi Hendrixeket játszottunk, de mindegy, azt mondtam, hogy tudunk mindent. Jó, azt mondja, menjenek, azt mondja, pont volt üresedés, nézett. Azt mondja, menjenek a Tátika Presszóba. Tátika Presszó, mondom, mi lesz, hogy ilyen izét kell játszani, vagy biztos ilyen sanzonokat meg ide. Mondom, jó, persze, hogy menjünk. És visszafele, ugye, mondta a nő, a hölgy, hogy itt van Badacsonyban, és soha nem felejtem el. Ilyen délután jöttünk, és Tátika egy csodálatos hely volt. Hát az a nyert is építészeti nagydíjat az az ember, aki ezt építette, egy csodálatos, hatalmas presszó volt, ami a Balatonra nézett, egy 5-600 férőhelyes, csodálatos, modern épület volt, és hát oda felmentünk, és megszerettük abba a percbe, meg volt a szerződés, minden. És ugye megérkeztünk 1969. június 20-án, a mini együttes, az akkori bandám, amiben az Závodi Jancsi gitározott, ugye, aki aztán a Piramisba lett világhírű, a Doxa dobolt, aki egy csodás dobos volt, és a Cipó Tibi basszusozott, aki aztán a Torcsvébe lett marra híres, de sajnos az igazság, hogy már ők nincsenek köztünk, ketten, csak mi vagyunk ma a Janóval. Elkezdtük a pályafutásunkat itt. Itt egy vályokházban laktunk, kb. 10-20 méterre itt a római körúton, azt adta a vendéglátóhely. És ugye hát mi akkor egy ilyen belvárosi zenekar volt, 2-3 nap alatt elterjedt a hír, hogy itt lakunk lent, és elkezdte közönleni a belvárosi hippik lefelé. És ugye a ház körülbelül 50-60 négyzetméteres volt, és előtte volt egy nagy szőlős kertje. És volt olyan nap, hogy 30-40-en voltunk a kis szobában, a két kis szobában, kin a kertben meg 50-60-on, teljes szabad szerelem, a legszebb pesti csajok, manökkenek, akik ugye nekem voltak a engem akartak ellopni, de hát amikor nem sikerült, hát az ember egy nap egyet-kettőt tudott kivégezni, amikor eljött 5-6, akkor már ugye a resztit elvitték a többiek, a roldok, a többi zenét. Volt a híres Gino nevű haverom, aki szegény meghalt, a Szegfűjenő, az mindig azt írta, hogy Ádám morzsáiból értünk. Érted? Neki nem volt, ugye lejöttek a legjobb pesti csávók, és hát őrületes nagy, őrület volt. És ott elkezdtünk játszani, minden nap játszottunk, és minden nap 4 órát. Először a főnök ki akart rúgni a Schneider nevű csávó, akivel mostanában is találkozom, 2 vagy 3 évvel idősebb, ott lakik Óbudán, ahol én. Mindig felalamítjuk a csodás időket. És mondta, hogy állandóan basztatta az életemet. Én meg csúzlisztam a színpadról, úszvegesen belőttem a izébe, ahol állt a bárba. Csöröngött minden, a Jónó meg légpuskával lövöldözött. Neki volt légpuskája, minden a házba is lövöldözött. Tényleg a világ legjobb hippi dilije volt, és utána elkezdtek özeleni Kaposvár, Zalaegerszeg, Keszthely, a fiatalok. Hétfő este is 5-600 gyerek volt, hatalmas sikerünk volt, és innen beindult a mindenek a csodája, és a hippizmus szerintem Magyarország hippizmusnak ez volt a csúcspontja. Ott a szabad szellemben, kint a strandon, ott fenn, itt a Szőlőhegy mellett, felmentünk sokszor a Badacsonyra is. Rengeteg fiatal volt velünk, és
mindenki akkor azt várta, hogy na most egy új világ lett. Ugye izé után voltunk, egy évvel a bevonulás után, a cseh bevonulás, tehát mi azt hittük, hogy egy új világ kezdődik. De nem kezdődött egy új világ. Többet kérdezi. Jó, hogy most az új bandár, jó, hogy most mi van, jó? Azt kérdezem. És akkor átadom a srácot. Tehát most pedig ide lejöttünk, most már ez 51 évvel ezelőtt volt, tavaly volt, az 50 éves volunk itt a friss tavasz. Most hoztam egy vadonatúj együttest, akik ragyogóak, az a nevünk jelenleg, hogy Török Ádám és barátai a mini legjobb dalaival. Be is mutatnám őket, jó? Egymás utánba. Itt van például a kiváló dobos, a Propeller. Fejlej Feri. Hogy érzed magad? Hello, sziasztok! Remekül érzem magam, és egy nagy legendával játszhatom, ez nagyon nagy örömet okoz nekem. Lukasra hallgattam a lemezeit az Ádámnak így a 80-as évek elején. A dzsungelen nőttem föl, úgyhogy ez most fantasztikus. Igen. Aztán itt van a kis barátom zenekarozó helyettes, aki a szakszervezeti bizottság elnöke is. Ő is török, és az a neve, hogy Török Peti. Te hogy érzed magad? Én így öreg fejjel életemben nem gondoltam, hogy egyszer valamikor az Ádámmal együtt fogunk zenélni. Jól érzem magam, igaz, hogy 12 éve kisebb-nagyobb szünetek között zenélünk az Ádámmal, de most meg minden nap találkozunk és dolgozunk, ez egy nagyon jó dolog. Ráadásul ez egy tényleg a zenekarnak a neve, az nagyon találó, mert baráti. Tehát barátok vagyunk, az egész társaság. Igen, és itt van a legfiatalabb tagunk, aki Magyarország egyik legtehetségesebb bluesgitárosa jelenleg, a Fehér Ádi, egy kiváló új tehetség. Hogy érzed magad, Ádi? Nagyon jól érzem magam, ugyanúgy, mint a többiek, nagyon örülök, hogy Török Ádival játszhatok. Hát igen, 15 éves módomra apukám nélkül nem nagyon tudtam volna rátalálni Ádira, meg erre a zeneműfajra, de nagyon örülök, hogy rátaláltam, és hogy játszottatok Ádival. Remélem, hogy sokáig fog tudni még játszani. És itt van a jobb kezem, mellett a jobb kezem, aki 46 év az együttesben van, és szerzőtársam Németh Karcsa, legendás mini zongorilla. Mi van veled, Karcsika? Mondja egy-két keresetlen szót, a csajokról elsősorban. Azt elmondanám, hogy alig tudtunk feljönni, mert a lányoknak a soraiba itt álltak sorba a lányok, és ujjongattak, hogy milyen jóképű gyerekek vagyunk, és szeretnének velünk beszélgetni. Úgyhogy jó érzek magunkat, régi társak vagyunk az Ádámmal, és ez az új formáció, ez baráti, és reméljük, hogy jó lesz, és tudunk együtt játszani sokáig. Igen, és itt van nem utolsó sorban Berec Andris, a kiváló perkusonos. Andriskám, te hogy érzed magad? Jól, hogy trükkocsak. Köszönöm szépen, jól, így, hogy most már megy egy kicsit lejjebb a hőmérséklet, így meg aztán kiváltképpen úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű este lesz. Hát egy 5 évvel ezelőtt egy nagyon nagy szerencsével a Török Petivel találkoztam, aki bevett az akkori zenekarába, amely zenekar már akkor is az Ádámot alkalomszerűen kísérte, úgyhogy a mi kapcsolatunk az Ádám az enyém legalábbis 5 évre datálódik. Hát az én szerepem a zenekarban alapvetően színesítése annak a csodálatos zenének, amit ők szereztek Karcsikával, Ádám és amit játszanak. Ezt próbálom akusztikus hangszerekkel, csörgővel, kongával, bongóval, amivel éppen kell, próbálom színesíteni az amúgy is csodálatos, fantasztikus zenéjüket. Igen, hát őszinte vagyok veletek, itt előttem nem merik mondani azt, hogy ez a vénkopasz burkifli mit játszik meg, hogy... De nagy terveink vannak, például ma jönnek ide erre a mai bulira, Keszthelyről. Ismered a főnökséget, ahol voltunk. Ma kihallgatnak minket, hogy játszunk. Lehet, hogy Keszthelyen még lesz szeptemberben egy buli.
Tehát én azt tudom mondani, hogy óriási buliaink lesznek. Például leszünk a Raktárkoncerten, és meghívtak, ami egy nagy dolog, ahol a magyar öreg zenészeket is megsegítik. Aztán lesz bulink a Muzikumba, Budapesten, és tervezek egy nagy bulit a Pólus Mozi centrumba, a Pólus Centerbe, november 20-án. Tehát vannak tervek, reméljük elmegy ez a szemét járvány a francba, és megint ugyanúgy fogunk dolgozni, mint régen. Fel a zene él tovább, higgyétek el, és örökre velünk marad már, amíg mi játszunk, a zene él tovább. Don't wait, call out the
Yeah.